Sziasztok! Ez itt úgy benne a kockázatokban, és azóta is két DVD-t mutatok be nektek máron. Az egyik a Három Testő, avagy a Királyné gyémántjai. A másik pedig az Ausztrália című film. Mindkét film kategórián belül, ha fogalmazhatok így, egy elég egyedi film, és az egyik az ma már talán klasszikusában zsanodott, a másik pedig annak ellenére nem egy tökéletes film. Érződik benne a szív, illetve az, hogy akik meg akarták csinálni, azok nem csak a pénzre mentek, hanem akartak is valamit mondani a filmmel, és valamit valakiket bemutatni. No, nézzük sorjába. Nézzük a Három Testőt, vagy a Királyné gyémántjait. Ez egy 70-es évbeli film, ma már a klasszikus zsánrodott, nem kisremek játszana vele, mint Charlton Heston, Faye Dunaway, Rachel Weisz, Christopher Lee és Geraldine Chaplin, talán Chaplin, lánya, nem tudom. Ami érdekesség, hogy mennyire pompázatos volt akkoriban a dizájn, illetve a smink, illetve leginkább a jelmez, technika. Emiatt néhány sokaknak kicsit, hát humoros és furcsa lehet a film, de hát a 70-es évek, illetve az akkori korszak, amikor ez játszott, azért ez magával hozta. A film 103 perces, magyar és angol hang is található rajta, és a magyar hang megint csak 2.0-ba. 12 olyan olyatnak nem ajánlott Dolby Digital hangzás, viszont található rajta angol hangsával. Nézzük belül, hogy néz ki. Nem máshogy, mint így. Szerintem elég jól néz ki. Tetszetős. Ugye Mirax kiadás, szerencsére viszont most nem zöld a háttér, hanem kék. Jobban néz ki, szerint. Remélem, hogy a negyedik rész, vagy a negyedik, második rész a Négy Testő címmel, vagy Milady Bosszúja volt címmel, és megszereztető lesz, illetve a 93-as három testő remake, úgymond, mert az is elég iszonyat tetszett, ennek több a legújabbal. Úgyhogy ajánlom nektek, akik szeretik a klasszikus kalandfilmeket elég nagy nevekkel, egy kis nosztalgia, egy kis klasszikus filmet tekinthetnek meg nosztalgiával. Menü és interaktív menü és előzetesek vannak egyébként rajta. Ennyi lett volna. A testőr, most még nézzük az Ausztráliát, amely kedves Imre DVD gyűjtő barátot ismerősettől kaptam, olcsón. Köszönöm, nagyon szép kiadványai vannak, olyan szépen megmaradtak, hogy teljesen újabb kapna az ember, nem használtakról van szinte szó. Annyira jó minőségek, hogy ajánlani tudnám csak mindenkinek a személyét, illetve a termékei, Blu-ray-eket, DVD-ket is ad el. No, térjük át az Ausztrália című filmre, amely Bazzurum a filmje, aki szinte csak ilyen musicaleket, illetve nagyon mézes, mázos, érzelmes, cukros, romantikusabb filmeket is csinált. Régen van, és ezek közül nekem igazából egyik se volt kedvencem, még a Moulin Rouge volt olyan, hogy egész jó, voltak jó jelenetei, de az esetben nekem az se egy olyan, amit többször megnéztem volna. Az Ausztrália se egy olyan film, mint 6-szor meg tudom nézni az ember, ugyanis egyrészt túl hosszú, kicsit vontat, és szintén előjönnek a csöpögés részek, viszont összességében azért egy nézhető filmről van szó, mert tényleg meglátjuk Ausztráliát, úgy, ahogy eddig sosem talán, tehát a második világháború előtt és kezdetén, és illetve utána is egy picit, olyan főszereplőkkel, akik az nem rossz szereplők, mint Hugh Jackman, Nicole Kidman, és nagyon tetszik, hogy bemutatják az Ausztrália különböző területeit a két időségben, tehát a háború előtt, illetve a kezdetén, és ezért is olyan hosszú a filmben részt, és bemutat mondjuk egy ilyen 10-20 éves távlatot talán, most pontosan nem emlékszek már, de egy hosszabb távlatot, és akkor ettől olyan érdekes, illetve egy olyan részét látjátok Ausztráliának, ez a sivatagos részben őslakosokkal, ja, és úgymond a fehér emberek közti konfliktusa, illetve egy-két érdekes karakterrel, és a két főszereplővel, amely eddig az elején nem volt látható. És keveredik benne minden kaland, dráma, érzelem, romantika, humor. Szóval egy ilyen egyveleg, műfajilag. Igazából ennyit akartam is röviden a filmről. A lényeg az, itt írják is, hogy keveredik, most nézem, amire én is gondoltam, itt azt írják, hogy keverednek a műfajok. Romantika, végjáték, dráma, kaland. Látszik, hogy magáért beszél, a fényképezés is nagyon jó filmek. No, nézzük 12 éven. Olyaknak nem ajánlott.
magyar és angol hang is található rajta, ezúttal jó hírre szolgálhatok, egy pont egyes magyar hang is van rajta. Na, sose szeretem, még ha mondjuk szarús a filmnek egy szinkronját, maximum akkor a feliratosat nézem a DVD-ről, hogyha nem azonos mondjuk a hangsáv minősége. Mert aki mondjuk csak a szinkronokat szereti, vagy csak azt nézheti gyakorlatilag, vagy az jobb neki, akár egy embernek sorolhatnál, akkor ő is ugyanazt a minőséget kapja, élvezze egy más. Tehát ez az, ami miatt én nem szeretem, hogyha nem megáll a minőség, 158 perc a játékidő, 16.9-es vászonra optimalizálva, és a DVD-n kivonult jelenetek és szerepet kaptak. Ezen kívül 80 féle felirat van, cseh, román, szerb, litván, észlet, török, szlovén, bolgár, angol és magyar, szóval van pár. Nézzük, milyen belülről a DVD. Található a DVD, amely Ausztráliát mutatja, milyen jó kis ötletes dolog ez, nem de van. Azt tetszett volna még, hogyha konkrétan mondjuk pontokkal rajta lehet, hogy hol játszódik a film. Mindegy, így is. Jó, pedig egy jelenetválasztás látható. Igen, hogy milyen jeleneteket választunk ki. Ötletes, jól néz ki. Ezt tetszik. A háttér is, meg a lemez. Igazából családnak, ez is egy családi film, bár azért néha elég komoly és drámai. De az műfaj egyben lehetnek összetenni, inkább azt mondom, egy családi film, és a végén még egy kis háborús szél is, a besöpör szó szerint is, meg hát a műfaj terén is. Ennek ellenére igazából is magamnak vettem, tehát ezt mondom, hogy családnak, illetve anyukáminknak, meg rokonoknak. Majd együtt egyszer megnézzük, mert nem egy olyan felejthetetlen film, de mondom, mégis abban egyedi, ahogy Ausztráliát láthatjuk benne. Ennyit akartam mondani erről a két DVD-ről. Igazából mind a kettőt ajánlom, mert ezt 7-800 forintért is szereztem be, ezt valami 4-500-ért, tehát neten olcsóbb lehet őket szerezni. És ennyit azért megérnek körülbelül, tehát ennél többet nagyon nem biztos, de ezt mindenképp megéri. Ezek a DVD kiadások. Én akartam mondani a két kiadványról, tehát úgy tudom tőletek, hogy miről viszont látások, hallásuk. Sziasztok!